Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Életet mentett, szolgálati helyét elhagyva élesztett újra egy nőt a bátaszéki tűzoltó. Világszerte probléma a fiatalok aktivizálása, a 20 és 30 év közöttiek jelentős része nem csinál semmit. Zöld város program, további zöld területek kialakítását tervezi Szekszárd. Minden lépés biztonságban, a zebrák környékét ellenőrizték a rendőrök Pakson. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Bár nagy probléma a munkaerőhiány, a fiatalok egy jelentős részét mégsem sikerül bevonni sem a munkaerőpiacra, sem az oktatásba. Tavaly a 20 és 34 év közötti korosztály 16%-a tartozott ide, ami 15 millió fiatalt jelent. Magyarországon 17%-uk se nem tanul, se nem dolgozik, ez 340 ezer fiatalt jelent. A szakember azt mondja, ez többek között annak köszönhető, hogy az elmúlt években kitolódott a pubertás időszak, és szellemileg később érnek a fiatalok. Tavaly az Európai Unióban a 20 és 34 év közötti korosztályba eső fiatalok 16,5%-a nem tanult tovább és nem vállalt semmilyen munkát. A magyar fiatalok 17%-a esik ebbe a csoportba, ez nagyjából 340 ezer főt jelent. Megkérdeztük a szekszárdiakat, mit gondolnak erről a felmérésről. Nem ismerek én most. Nem ismersz ilyen fiatalt? Nem. A környezetedben mindenki dolgozik? Általában igen. Fogalmam sincs, hogy mit tesznek, azon kívül, hogy a neten ülnek, ha van net, többségnek van. Véleményem az, hogy nem akarnak dolgozni. Uh-huh. Tehát lehet, hogy otthon ülnek valóban? Otthon ülnek valóban. Igen, ilyen is van, aki úgy elkényeztetett, nem akar még egy pohár vizet arrébb tenni. Vannak azonban kivételek. Kokos Rózsa, 20 éves fia például, amióta az eszét tudja, mozdonyvezető szeretne lenni, most ebbe az irányba tanul tovább, és tervei szerint külföldön vállal majd munkát. Az asszony azt mondja, a mostani fiatalok sokszor céltalanok, és azt várják, hogy valaki megmondja nekik, mit csináljanak. Ő azonban túlzónak találja ezt a számot, és általában fenntartásokkal kezeli a felméréseket. Hogy a statisztikáknak mi van a hátterében, mindig érdekek. Attól függ, ki készíti a statisztikát. Bár még csak 16 éves, Bali Nikolett pontosan tudja, mit szeretne kezdeni az életével. Mentő szeretnék lenni, és kimenni külföldre majd. A szakemberek azt mondják, a felmérés valós képet mutat, valóban elveszett ez a generáció, és különösen passzívnak mondható. Ennek a hátterében az állhat, hogy kitolódott a pubertás időszak. Az agyérési folyamatai pedig későbbre tolódnak, akár 25-30 éves korig is ez eltarthat. Ennek lehet az a következménye, hogy azok a viselkedés formák, amik korábban mondjuk egy fiatal felnőttnek már hozzátartoztak az életéhez, ezek időben akár több évvel eltolódnak a mai fiatalok között. A szakpszichológus azt mondja, a szülő valamelyes segíthet a felelősségvállalás és önállóság kialakításában, de szerinte ez inkább társadalmi folyamat. Ez nem csak egy külső, hanem egy belső folyamat is, úgyhogy erőltetném, vagy lényegesen megváltoztatni a folyamatokat nem lehet, de természetesen nevelő célzatú segítséggel, tanácsokkal, akár nagyobb felelősségeknek a gyerekre való rábízásával ez erősíthető és akár korábbra hozható. A jelenség elsősorban a déli és a keleti államok problémája. Olaszországban például a fiatalok 29%-a semmit sem csinál. A felmérés szerint Európa középső és északi részén kevésbé gyakori, hogy a fiatalok passzívak maradnak a munkavállalás és tanulás szempontjából. Svédországban a semmittevő fiatalok aránya mindössze 8%. Évente átlagosan 6 kg zöldséget és gyümölcsöt dob ki egy ember Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ennek fő oka az, hogy a pultokra kitett hibátlan gyümölcsök rászoktatták az embereket arra, ami nem szép, az nem ehető. A termelőknek is sokat ki kell dobniuk, mert nem felelnek meg az áruházláncok minőségi feltételeinek. A pazarlás ellen a Nébih vegyél számba címmel kampányt indított. A célja többek között, hogy tárolási tanácsokkal lássák el az embereket, és a magyar termékek választására ösztönözzenek.
A beruházások nem vesznek el zöld területeket, sőt továbbiak létrehozásán dolgozik a város, hangzott el a szekszárdi közgyűlésen. A zöld város programban további parkok jönnek létre, és a sportcentrum kialakításánál is figyelemmel lesznek a tervezők a környezet védelmére. A sportközpont további fejlesztése kapcsán indult vita arról a szekszárdi közgyűlésben, hogy a beruházás jelentős zöld területeket vesz el a várostól. Ács Erzső polgármester cáfolta a felvetést. Nem szeretnék csökkenteni egyébként a zöld felületeknek az arányát. A szekszárdi szabályozás, ahogy a városon is látszik, sokkal szigorúbb egyébként, mint az országos oték, amely jóvá vagy engedne nekünk egy kicsit alacsonyabb zöld felületet, és most tulajdonképpen a rendezési tervnek a sporttelepre vonatkozó része egy kicsit szavarabb kezdet annak érdekében, hogy ezek a funkciók elhelyezése kerülhessenek és megvalósítása kerülhessenek. De ha a zöld felületről beszélünk egy sporttelep esetében, azt gondolom, hogy ez maximálisan kielégíti a szekszárdiak igényeit. De amennyiben itt újabb zöld felületeket is be tudunk vonni, ez mindenféleképpen az itt élők előnyére szolgál. A zöldváros program tervezési szakaszában a parkolók kialakítása mellett jelentős parkosítás is kezdődik majd. Benne a belvárosban, Luther téren, 160-as mozi közötti részen újabb parkosítás fog majd megtörténni, sokkal nagyobb zöld felület lesz itt benne a belvárosban, mint ami eddig volt. Úgyhogy összességében, ha nézzük, én azt gondolom, hogy nem szinten maradt, hanem tovább nő majd a zöld felületeknek az aránya. A program koncepció terve már elkészült. 1,4 milliárd forint áll majd rendelkezésre, melyből parkolókat és parkokat is meg kell majd építeni. Bár az építőipari árak rohamos és nagymértékű növekedése ma már kisebb mozgásteret biztosít majd a városnak, mint a tervezés időszakában, Ács Erzső polgármester azt mondta, újabb pihenőparkok, játszóterek, egyfajta generációk parkja alakul majd ki a belvárosban is. Hogyha ez a koncepció terve véglegesedik, és mondjuk egy engedélyes tervé minősül át, akkor a 2020-as év elején el fogjuk tudni kezdeni a kivitelezést is, és akkor tovább növeljük az zöld felületeket. Megállt a szíve és leállt a légzése egy középkorú nőnek Bátaszéken, a tűzoltóság mellett álló ház teraszán. A rokonok segítségét kiáltottak, ezt hallotta meg Tesner József, aki épp szolgálatban volt, és a hívásokat kellett volna fogadnia, mint híradó ügyeletes. Ám az emberi élet az első, ezt vallják a tűzoltóságon, így elhagyta szolgálati helyét, és azonnal megkezdte a szív-tüdő újraélesztést, mintegy 8 percen keresztül végezte, a hozzátartozókat is bevonva. Mire megérkeztek a mentők, az asszony újra lélegzett. Az 1975 óta tűzoltóként dolgozó szakembernek a mentők megköszönték a segítséget. Azt mondták, ha nem kezdi meg az újraélesztést, a nő meghalt volna. A férfinak ez volt az első újraélesztése. Túl azon, hogy elhagyta ugyan a szolgálati helyét, én azért vagyok rettentő büszke a Tresner Józsefre. Egyrészt ugye kora ellenére, tehát most szombaton lesz 60 éves, egyáltalán ezt az egész újraélesztésbe merte vállalni. Ugye tavaly évben 3 alkalommal, idei évben 1 alkalommal kollégáimmal szerveztünk újraélesztési tanfolyamot a tűzoltóságon. Tehát jelen pillanatban elmondható, hogy Bátaszéken minden önkormányzat és önkéntes tűzoltó képes az újraélesztésre, a laikus újraélesztésre, és én azt gondolom, hogy ez a hirtelen lélek jelenlét és az, hogy egyáltalán a két kezével tudott életet menteni, ez fantasztikus. Minden lépés biztonságban szlogennel a zászlaján a Paksi Rendőrkapitányság akciót szervezett az Atomvárosban, melynek középpontjában a gyalogosok és a kijelölt gyalogátkelőhelyek szerepeltek. A helyesen közlekedőket megajándékozták, míg a szabálytalankodókat most csupán figyelmeztették. Ez a család biztonsággal átkelt a zebrán a forgalmas Paksi főutcán. A helyes közlekedésért ajándékot is kaptak, kicsik és nagyok egyaránt. De voltak, akik alig pár méterre a zebrától éppen azt várják, hogy átkelhessenek szabálytalanul a haladó gépjárművek között. Őket ezúttal nem büntették meg, hanem figyelmeztették a helytelen gyalogos közlekedésre. Minden lépés biztonságban szlogent szem előtt tartva vonultak ki a paksi rendőrök a főutcára, és árgus szemekkel figyelték a közlekedőket. Gyalogos balesetek visszaszorítása érdekében a gyalogos átkelőhelyek környékén jelennek meg a kollégáim, és a szankcionálás mellett, ugye hát a szabálytalan átkelőkre vonatkozóan, akik az áravonalon nem a gyalogos átkelőt használva, az autók között bujkálva, kiszaladva közlekednek. A szankcionálás mellett a
pozitív, jutalmazó rész is megjelenik. Bevásárló szatyrokat, illetve gyerekeknek kiszínezhető kis hátizsákokat osztogatnak jutalmul. Ezzel arra a köztudatra szeretnének rácáfolni, hogy a rendőr csak bírságol és büntet. A megelőzés a legfontosabb számukra ezúttal. A rendőr a kerékpáros figyelmét is felhívta a túloldalon lévő kerékpárút használatára. Ő sem büntetést kapott, csupán dorgálást ezúttal. Megelőzési tevékenységünket általában az iskolák környékére, meg a közintézmények környékére, illetve oda helyezzük, ahol vagy volt már baleset, vagy olyan jelentős a gyalogos forgalom, hogy érdemes oda megjelennünk. A városközpont mellett ilyen frekventált terület Pakson a gimnázium előtti utcakasz, valamint az autóbuszpályaudvar és a bevásárlóközpontoknál lévő zebra. Veszélyeztetett utcakasz még a Tolnai út konzervgyári átkelője. A gyalogos átkelőknél kihelyezett térfigyelő kamera is segíti a rendőrök munkáját. Az ügyeleten folyamatosan figyelik a szabálytalankodókat, egy telefonhívása járőröknek és már is utánuk erednek. Terveik szerint minden héten legalább egy nap kivonulnak a rendőrei a forgalmaspaksi utcákra a gyalogos átkelőhelyek közelében. Több száz bátaszéki gyerek vett részt azon a bemutatón, ahol a tűzoltók, mentősök és rendőrök munkájába tekinthettek be interaktív módon. Megtapasztalhatták, milyen körülmények között kell életet menteniük, tüzet oltaniuk, a füstelteli sátorban való szerszámkeresés és az újraélesztés nyerte el a gyerekek tetszését a leginkább. A szervező célja az volt, hogy ne csak hasznos ismeretekkel, hanem élményekkel is gazdagodjon az ifjú generáció. Szívja a levegőt! Ha valaki hány, vagy vérzik, akkor bedugjuk a szájába, és ez kiszívja a szájából, hogy kapjon levegőt a bácsi. Az újraélesztés és a mentősök feladatainak bemutatása volt az egyik, ami leginkább tetszett a gyerekeknek. A tűzoltói munkát igen látványosan illusztráló füstsátor volt a másik, amit izgalmas találtak a bátaszéki táborozók. Nekem a kutyasimogatás, ez a füstös sátor, meg a mentő. Finta Nóra nagyon élvezte a bemutatót. Azt mondja, elképzelhető, hogy mentőssé vagy rendőré váljon majd, ha nagy lesz. Azért, mivel segítenek az embereknek. Több száz gyerek vett részt a bátaszéki sportpálya mellett megrendezett bemutatón. A katolikus tábor résztvevői is csatlakoztak a gondozási központ nyári táborának egyik leginkább várt programjához. A szervezők célja az volt, hogy ne csak hasznos ismeretekkel, hanem élményekkel is gazdagodjon az ifjú generáció. Azért gondoltunk mi erre a programra, mert ez minden gyermeket érdekel, minden gyermek számára érdekes, és nagy örömmel jöttek a gyerekek. Az úgynevezett kéklámpás nap a tűzoltók bemutatójával zárult. Lezárult a 32. speciális művészeti fesztivál. A szervező Magyar Speciális Művészeti Műhely elnöke szerint Szekszárd bebizonyította, mennyire elfogadó, és örül, hogy újra ide látogathatott a fesztivál. A Bújj Színkortárs zenekar produkciója volt a Speciális Művészeti Fesztivál záró napjának egyik attrakciója. A fesztivál célja az volt, hogy a sérült emberek bemutathassák különféle művészeti ágakban rejlő tehetségeiket, és ezáltal nagyobb elfogadáshoz jussanak a többségi társadalomtól. Asztalos Zsolt, a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület elnöke azt mondta, a Szekszárdinál kevés alkalmasabb helyszín van egy ilyen fesztivál megrendezésére, ehhez pedig nagyban hozzájárult a lakosok elfogadása és jó hozzáállása. Színvonalas produkciókat láthatunk, az elmúlt évek színvonala tovább növekedett, köszönhetően annak a szakmaiságnak, ami az intézmények munkájában megtalálható. És ami külön öröm számunkra, hogy a tapasztalatok és az elvárásaink nem csalatkoztak Szekszáron. Azt gondoltuk, egy kisváros sokkal inkább befogadó, mint egy nagyváros, és ez be is bizonyosodott. A fesztiválon olyan szervezetek vettek részt, akik különböző produkciókkal készültek egymásnak és a közönségnek. Az egyik ilyen intézmény vezetője azt mondta, sokat tanultak a csoportok tagjai egymástól, szerinte óriási fegyelmet és alkalmazkodó képességet sajátíthattak el a résztvevők a többi embertől. Az, hogy mások hogy viszonyulnak ezekhez a helyzetekhez, megtanulják azt, hogy mások hogy adják elő, tanulnak mások hibáiból, és tanulnak a saját hibáikból is, fejlődnek ezáltal, és sokkal könnyebben alkalmazkodnak az ilyen váratlan helyzetekhez. A Speciális Művészeti Fesztivált 32. alkalommal rendezték meg.
Szekszárd 1998 és 2003 után idén harmadszorra adhatott otthont a rendezvénynek, ahol 46 egyesület és intézmény vett részt 700 taggal. Tolna megye 8 egyesülettel képviseltette magát a fesztiválon. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Hamarosan jön a hazai dinnye, jó termést várnak idén. Bűnmegelőzés a Balatonnál, rendészeti diákok is vigyáznak a nyaraló biztonságára. 30 percet kérnek a kéményseprők, kampányt indítottak a kémények ellenőrzéséért. Pár napon belül a boltokba kerülhet a magyar dinnye. A szabadföldi termesztésű gyümölcsből jó hozam várható a termelő szerint. Baranyában, az Ormánságban 150 hektáron szüretelik majd a dinnyét. Kiváló minőségű édes és Magyarországon termett dinnyét kóstoltatnak ezen a tavalyi felvételen a pécsi Kossuth téren. Idén hamarosan piacra kerül a mostani termés, már csak pár napot kell várni rá a termelő szerint. Jövő hét vége fele már meg fog jelenni akár az ormánsági dinnye is a piacokon, de következő héten már teljesen le tudjuk cserélni az importot. A májusi esőzések megijesztették a gazdákat, nem fejlődött jól a dinnye. Aztán a júniusi meleg mindent megváltoztatott, robbanásszerűen javult a helyzet, így jó termés lesz idén. Minőségre is, mennyiségre is. Tehát mi termelők szeretnénk, hogyha azért nekünk kilóra fizetnek, túl sok lenne. Ami mutatkozik is, hogy van rá esély. Minőségben meg azon igyekszünk, hogy a legjobb minőséget rakjuk a vásárlók elé. Az Ormánságban 150 hektáron termesztenek dinnyét. Átlagban 40 tonnát szüreteltek tavaly. Magyarország egyébként Európában a negyedik legnagyobb dinnyetermelő ország. Idén sem a sárgabarack mennyiségére, sem a minőségére nem lehet panasz, jó termést hoz a kajszi. Tavaly az időjárás megtépázta a gyümölcsöt, a legtöbb helyen el is fagyott. Somogyban most mintegy 400 hektáron érik a barack, amit friss fogyasztásra és befőzésre egyaránt keresnek, de a SZESZ ipar is felvásárolja a gyümölcsnek. Egy lédikót nevű fajta, és ez kimondottan a friss fogyasztásra készül. Már javában érik a kajszi ezen a 20 hektáros somogytúri területen. Tavaly elfagyott a barack, idén azonban az időjárás segítette a gyümölcs érését, így elégedettek lehetnek a gazdák. Az átlagtól eltérően nagyobb termés van, ami az árakba is tapasztalható. A nagy termés átlag miatt az európai piacon 1 euró alatt van a felvásárlási ár kilónként. Az, hogy a hazai belföldi piacon milyen értékesítési lehetőségek vannak, ez kicsit mindenkinek a saját alkupozíciója. A mi alkupozíciónk az olyan 250-350 forint mérettől, húskeménységtől, a vevő vágyai hol találkoznak a mi elképzelésünkkel című jelenségen múlik. A szesziparjárak 130-200 forint közötti kilónkénti áron veszik meg a hazai kajszit, de külföldi piacra is szállítják a magyar barackot. Általában a gyümölcsöknek olyan 30%-a az, ami friss fogyasztásra megy, ez a kajszinál is igaz. Hát egészen pontosan azt nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa az export kajszinak, de az egészen biztos, hogy egy olyan 30% kerül itt hazánkban is friss fogyasztásra. A többiből abból vagy valamilyen befőtt lekvár, vagy pálinka készül. Somogyban mintegy 400 hektáron terem a kajszi, de növekszik a területe. Közel 50 hektár új telepítésű sárgabarackfa nevelkedik a megyében. Érik már az őszi barack is, Somogyban 169 hektáron. Ennek a gyümölcsnek a kilónkénti felvásárlási ára alacsonyabb, mint a kajszié. 120-150 forintért veszik meg a termelőktől. Csak nem 20 éve működnek már a nyári szezon idején bűnmegelőzési centrumok középiskolások közreműködésével Siófokon, Balatonföldváron és Balatonlellén. A fiatalok 10 napos turnusokban váltják egymást, fő feladatuk a turisták biztonságérzetének növelése a strandokon és a közterületeken. Nagyon udvariasan bemutatkozóan mondjátok, hogy kik vagytok, honnan jöttök, miért vagytok itt. Reggeli eligazítás a Balaton-Lellei napfénystrandon. 8 önkéntes fiatal lát el bűnmegelőzési feladatokat a strandon, illetve a nagyobb bevásárlóközpontok parkolóiban. Céljuk a figyelemfelhívás és ezáltal a bűncselekmények megelőzése. A strandolóknak a holmiára figyelünk, hogy a csúszaikat ne adják elől, hogyha
az utcákat is járjuk, hogy az autóknak az ablaka le van-e húzva, akkor figyelmeztetjük a tulajdonosaikat, hogy ne hagyják úgy. Bár a bűnügyi statisztikák jelentősen javultak az elmúlt években a Balatonnál is, az önkéntes fiatalok jelenléte komoly jelentőséggel bír és felhívja a figyelmet az esetleges veszélyekre. A pihenni vágyók nyaralásuk ideje alatt ugyanis sokszor válnak figyelmetlenné. Nagyon sok gyerekeltűnés volt, most ebben az évben még hál' Istennek nem volt, korábbi években volt, nagyon sok találtárgy van, nagyon sok lehúzott ablakú gépkocsival találkozunk, rengeteg olyan autót látunk, amely nincsen becsukva az ajtaja, tele vannak értékkel az utasterek. Úgyhogy ezeket kérnénk, hogy mellőzzék a kedves pihennivágyók, hiszen akár bűncselekmény áldozatává is válhatnak így. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a strandokra és fesztiválhelyszínekre, valamint a szórakozó helyekre csak a legszükségesebb tárgyakat és készpénzt vigyék magukkal a pihennivágyók. Lehetőség szerint ne viseljenek drága ékszereket, mert ezzel könnyebben válhatnak egy bűncselekmény potenciális áldozatává. Kéménytüzek, szénmonoxid mérgezés. Ezeket kockáztatják azok, akik nem ellenőriztetik a fűtési rendszerüket a kéményseprőkkel. Éppen ezért kampányt indítottak, hogy még a nyári időszakban eljussanak a szakemberek a házakba, lakásokba. Csupán 30 percet vesz igénybe, hogy megvizsgálják, biztonságos úton távoznak-e az égés termékek az ingatlanokból. Vannak fontos 30 percek az életünkben. Így kezdődik a Katasztrófa Védő kampányfilmje. A kéményseprés fontosságára akarják felhívni a figyelmet. Azért 30 perc, mert ennyit vesz igénybe egy kémény átvizsgálása. Ezt pedig kérhetjük akár most nyáron, mert május és augusztus között kevesebb munkájuk van a szakembereknek. Egy sokkal gyorsabb ügyintézéssel, sokkal rugalmasabban az időpontegyeztetést sokkal jobban meg tudjuk oldani, a munkaszervezést sokkal egyszerűbben meg tudjuk oldani, és hát mellette az mellett is szól, hogy a vegyes tüzelésű tüzelőberendezésnek az égéstermék elvezetőit nekünk a szakma szempontjából egyszerűbb tisztítani akkor, amikor nem üzemelnek. Ha pedig valamilyen rendellenességet találnak, akkor azt még ki lehet javítani a fűtési időszak kezdetéig. A tűzoltóknak is éppen a fűtésből eredő balesetek adják a legtöbb munkát az őszi-téli időszakban. Akkor, amikor már elkezdődik a fűtési szezon, és akkor jönnek rá, akkor sokszor arra, hogy meg kellene vizsgáltatni a kéményt, akkor sokszor már késő, és akkor már tényleg a tűzoltóknak kell vonulni, hogy a káreseményt elhárítsák. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a megelőzési szempontból ez a kampány ez nagyon jó, ezért mi is a mi összes felületünkön felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy lehetőleg még nyáron a fűtési szezon előtt végeztessék el ezeket a munkákat. A kéményseprők vizsgálják azt is, mennyi széndioxid, szénmonoxid áramlik vissza a kéményből. Így a tűzesetek elkerülése mellett a közvetlen életveszélyt ki lehet zárni. Mindehhez 30 percet kérnek a kéményseprők, ami akár életmentő lehet. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Életet mentett, szolgálati helyét elhagyva élesztett újra egy nőt a bátaszéki tűzoltó. Világszerte probléma a fiatalok aktivizálása, a 20 és 30 év közöttiek jelentős része nem csinál semmit. Zöld város program, további zöld területek kialakítását tervezi Szekszárd. Minden lépés biztonságban, a zebrák környékét ellenőrizték a rendőrök Pakson. Szombaton igazi strandidőre készülhetünk, estétől azonban megérkezik egy hideg front, többfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Vasárnap és hétfőn felhős, esős időre készülhetünk. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Viszontlátásra!